Üdvözöljük ezt a kisfiút, Hussein Dericset és édesanyját, Mujezi Dericset. Isten hozta önöket. Tessék, érezzék jól magukat, és helyezkedjenek el kényelmesen. Husseinnek gondjai voltak a látásával, mikor jelentkeztek ezek a problémák. Így született, eleve rossz látással, nem mozgott úgy a szeme a kicsinek, ahogy nekünk. Amikor a kicsikém 3 hónapos volt, észrevettem, hogy Eldál egyáltalán nem figyeli a mozdulatokat, akkor vittem el a gyermekorvoshoz, aki beutalt bennünket Tuzlára. 11 napot voltam a babával a kórházban. Vért vettek a fejéből, mindent elkövettek, ami lehetséges volt, hogy kiderítsék az okot, de nem sikerült nekik. Amikor elvittem az orvoshoz, kértem beutalót a nagyobbik fiamnak is, akkor ezt felfedeztem a nagyobbik fiamnál is, 3,5 éves volt. Hogy látott 3,5 éves korában? Egyáltalán látott valamit? Hát igen, itt voltunk. Isten tudja, hogy a kicsivel is egyáltalán nem figyelte a mozdulatokat. A fiatalabb kisfia? 3,5 hónapos baba. Így kezdődött Tuzlán. Oda jártam 3 évig, és 1 évig viselt szemüveget. 2008-ban meg kellett volna operálni. Az operáció 1 órát és 40 percet tartott, kihozták a műtőből, és felébresztették. Azt mondták, van egy kis pont, nem tudják milyen pont, de azt a kis pontot figyelni fogják. Jártunk vizsgálatra, szemüveget viselt 3 hónapig, aztán az ellenőrzésen azt mondták, a gyerek ismét 2 hónap múlva a szemüveget megviselje tovább. 1 év után megkérdeztem, változtatnak-e egy dioptriát, vagy a gyerek továbbra is ugyanazt a dioptriát viselje? 10-eset, a kicsi meg -15-öset. Ezt viselte egy 1,5 éves baba. Már 6 hónap után felfogtam, hogy ebből semmi haszon nincs. Próbálkoztam Ljubljanában, Zágrában, mindenhol. Amíg meg nem értettem, mi van. Zágrában azt kérték, menjek vizsgálatra 1-2 hónap múlva, ami nekem nagyon tetszett. Mondták-e? Ami nekem nem nagyon tetszett. Mondták-e, amikor Ljubljanában vagy Zágrában volt, amikor sokféle orvosi véleményt hallott, hogy egy nap minden rendben jön a gyerek szemeinek a látásával, vagy mit mondtak konkrétan? Semmit, egyszerűen semmit. Mentünk a vizsgálatokra. Én figyeltem minden mozdulatokat, hogyan mozog. Ha tetszik egy fordulatot a fejemmel, akkor integette nekem. Most jó, jobb, jobban lát, egészségesebb. Addig is nagy gyerek volt, de most még felszedett. Az jelenti, hogy javult az étvágya, a gyerek látni kezdett. Azokat a dolgokat, amit előre nem látott, most megnézi és megkérdezi. Mi az? Időpontokat kértem, míg az interneten nem láttam meg a Svetividet, fel is hívtam őket. A következő héten már visszahívtak, és mondták, jöjjek vizsgálatra, kérdezték. Ön akarja-e? Elküldtem az összes leletet, a 3 évből Tuzláról Belgrádba megnézték, és azt mondták, hogy ha ez az, akkor nem csinálnak saját vizsgálatot. Mit mondtak önnek a Svetividben, amikor megérkezett? Azt mondták, a gyerekek operálhatók. Ez egy sok volt számomra, amikor ezt mondták. Kezdtem gyűjteni a pénzt, hogy a gyerekeimet megmentsem. Ez azt mutatja, hogy ön egy nagyon jó anya. Hogy mindezt? Én nem állok le. Én megyek tovább. Ha nem megy pénzügyileg, vannak jó emberek. Köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy a fiaim nem vakultak meg. Csak ezt tudom mondani. És nem. Belgrádban nem maradtak vakok. Nem állok le. El tudom képzelni, mit érzett, amikor megmondták a diagnózist, hogy mindkét fia rosszul lát. Nehéz. A kicsi még nem fejezte be a műtétet, de én nem állok meg. Megyek tovább. Nem változok meg. Ahová elindultam, abba az irányba haladok állandóan. Hiszem, hogy sikerülni fog, és az ön gyermekei látni fognak. Én is remélem. Kitűnő. Én is észrevettem a gyerekeken, hogy jobban vannak és jobban látnak. Tehát a fiaival, akit most durcás a stúdióban, elment Belgrádba, a Svetividbe, és ott azt mondták meg kell műteni? Igen. Volt vizsgálaton, a doktornő kijött, és azt mondta, a műtét folytatódik. Azonban ő
2-4 óra múlva tért magához. Én elindultam haza, és itt van már második hete. Nem a szürke hályog, nem a hályog. Ő végezte el a szkleroplasti beavatkozást már 2 hete. Tehát nemrég volt a műtét. Igen, éppen azért egy kicsit. Akkor megértjük. Nagyon aranyos. Mondja, a műtétek után mit mondott a fia? Tapasztal-e valami változást a szemén? Hát igen, a mi házunktól kicsit távolabb van egy dzsámi és ház, ez odáig sem látott el. Most ő mutogatta a házakat, amíg a szem ellát. Pont így volt. Bravo! Szüksége van-e további műtétekre, vagy ezzel befejezte? Azt mondták, ezután rendszeresen jár majd vizsgálatokra. Jár-e iskolába? Igen, első osztályos. Hogy illeszkedett be az iskolában? Hát jól. Voltak éppen jobban lát? Lát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen önnek. Bráv. Jesu li potrebne još neke operacije ili završuje s tim? Pa, rekla su da sada završuju kontrole, da će ići redovito na kontrole. Ide li u školu? Ide prvi razred je. I kako se snašao u školi? Pa dobro je. Još malo pažnje prema njemu su. Uglavnom vidi dobro? Viću. To je najbitnije. Hvala vam lijepa. A nézők számára, akik most néznek minket, meg kellene magyarázni, hogyan oldják meg a szürkehályok problémáját a gyermekeknél és a felnőtteknél. Van valami különbség? Nagy különbség van. Én egy műsorban beszéltem arról, hogy a gyermeksebészet problémakörét nem lehet összehasonlítani a felnőtt szemészettel. A gyerekeknél különleges kívánalmak vannak, mások a problémák, és gyorsan kell reagálni. Ott nincs sok idő. Amit ott tenni kell, az az, hogy gyorsan észrevegyük, törekedjünk arra, hogy az iskolába indulás előtt minél nagyobb mértékben visszaadjuk a gyermek látását, és ezt a látáspotenciált ki is használjuk. Tehát reagálni kell a helyzetre, amikor a szürkehályog már látszik, vagy észrevegyék a születéskor, vagy gyorsan utána. Ha valaki észreveszi, rögtön reagálni kell. A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy az anya a legjobb orvosa a gyermekének. A gyermekek gondja különösen nyomasztó, mert arra is kell gondolni, hogy az akkori helyzetek milyen következményei lehetnek a jövőben, milyen lehetőségei lesznek az életben. És ez nem minden. Megoldottuk a szürke hályogot, és ezzel kész. Nem, mi azzal csak elkezdjük. Tehát mi azzal a látótengelyt nyitjuk meg. Lehetőséget adva a szemnek, hogy fényt fogadjon be, hogy a recehártyához jusson, hogy a kép hogyan alakul ki, és mennyire lesz éles a kép, ez a mi feladatunk az azt követő években, tehát kötelességünk figyelemmel kísérni a gyermek fejlődését. A kisgyermekeknél lehetséges a szürkehályog megműtése, ami azt jelenti, már 1-2 hónapos kortól elvégezhető, nem amikor már teljesen elhomályosítja a szemtengelyt, és a gyermek szemébe már egyáltalán nem jut be fény. Ha csak minimális a szürkehályog, akkor várhatunk egy későbbi időpontig. Ez volt az eset Ivánnál. Ezeknél a kisfiúknál azonnal kellett reagálni, beültettük a megfelelő kis lencsét. A gyermekeknél megfelelő beavatkozásokkal arra törekszünk, hogy az egyszerre jelenlévő hártsótok elhomályosodását is, melyet népiesen szekundárisnak is neveznek, az ügyes sebész az intenzívebb szürkehályok esetében már egy lépésben oldja meg, egy beavatkozással, lehetővé téve, hogy a szemtengely nyitva maradjon. A gyermek lencsét kap, és ilyen módon a látásfejlődést is figyelemmel kísérjük. Az emberek körében elterjedt tévhit, sőt, még a szemészek között is, akik nem gyermekekkel foglalkoznak, de már kevesebb ilyen tévhit van, bár nem szűnt meg, hogy minek beilleszteni lencsét, a többség nem is teszi. Ez tévedés, mert eltávolítja a szürkehályokat, a gyerek nem lát élesen, nincs korrekciós lehetőség, és marad a homályos látás.
Erről már volt szó az előző műsorokban, tehát a láncsit be kell ültetni. Ahogyan nő a gyermek, mert természetesen tovább nő, akkor figyelemmel kell kísérni a dioptria fejlődését. Akkor nem lesz a szem lassan abnormális, plusz 14, mert ezzel számolni kell, a láncsit pontosan a korának megfelelően kell kiválasztani. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy 2 hónapos babáról van szó, vagy egy 2 évesről, vagy egy 6 hónaposról. A nemzetközi irodalomban pontosan leírták, hogy hogyan és milyen dioptria választható a megfelelő korosztálynak, hogy a dioptria hozzáilleszthető, a látás pedig megfelelő legyen. Később a dioptria esetleges növelése a kisebb gyermekeknél is lehetséges, a nagyobbaknál csekélyebb a változás, körülbelül úgy 8 éves korukig. Tehát mit szeretnék ezzel mondani? A helyzet az, hogy egy hónap múlva szükséges az ellenőrző vizsgálat, aztán 3 hónap múlva, aztán 6 hónap múlva, ahogy nő a gyermek, már évente. Van olyan eset, hogy a szürke hályok olyan tendenciát mutat, hogy az a szem jobban nő, vagy miópiás szem is. Van olyan szem, amely a rövidlátás felé hajlik. Úgyhogy amikor ezt észrevesszük, akkor szkleroplaszti eljárással megműtjük, amit szükség szerint a kis Husseinnél is elvégeztünk. Tehát a szürkehályog operációkor a gyermekkorában történt, a szkleroplaszti pedig nemrég. Ő már iskolás, és megállítottuk a dioptria növekedési tendenciát. Természetesen, ha kell, akkor a korrekció is szóba jöhet, lézeres korrekció. De nincs változás, a legfontosabb, hogy nincs láncsecsere a szemben, ezt kérdezik leggyakrabban. Ha megnő a szem és megváltozik a dioptria, mi lesz? Nincs szükség a lencse cseréjére, a dioptria nem változik annyit, de ha mégis, akkor létezik lézeres korrekció, amit alkalmaznak egyébként is a gyermekeknél, ahol a dioptriával eleve gond van. A megfelelő korú gyermekeknél a lézert alkalmazzuk, hogy a gyermekek látása mindig éles legyen. Имею аж тервіт.